pár kongresszusa, különösen ebben az esztendőben, kiváló alkalom arra, hogy az Európa Parlamenti választások előkészületeiről tudjunk beszélni. Egyrészt, másrészt pedig azokról a reformokról, azokról az elképzelésekről születnek döntések, amelyek a következő években, a következő ciklusban az Európai Néppárt számára fontos utat kijelölik, hisz az Európai Uniónak változni, akkor az Európai Unió változni fog. A globális versenyben egy erős Európai Unióra van szükség, külön-külön senki nem lesz sikeres egyetlen tagállam sem, de együtt sikeresek lehetünk a kontinens, olyan kívások elé néz, amelyekre, ha nem adja meg a jó és a helyes választ, akkor biztos, hogy vesztese lesz a versenynek az Amerikai Egyesült Államokkal szemben, Oroszországgal szemben, Kínával szemben, és most csak két-három olyan nagy hatalmat vagy regionális hatalmat mondtam, amely folyamatos versenyben van az Európai Unióval. Tehát a korrekcióra mindig szükség van, az Európai Unió megalapításának a gyökereihez bizonyos értelemben vissza kell térni, és úgy kell újra gondolni az Európai Uniót, újra tervezni, újra gondolni, hogy ne csak versenyképes legyen, hanem a polgárok érezzék a magukénak. Az Európai Uniónak meg kell teremteni azt az identitást, hiszen az európai identitás, vagy újra kell teremtenie, amely nélkül az érzelmi kötődés az mindig problematikus lesz. És nagyon sok szempontból a mostani dokumentumok, a mostani kongresszus erről szól. Nyilván van egy másik tétje is, hogy ki lesz az Európai Néppártnak a jelöltje az európai biztosi elnöki tisztségre, az úgynevezett csúcsjelölt, aki viszi a kampányt Európa szerte, két jelölt van, Manfred Weber, az a CDU politikusa, a CSU politikusa Németországból, illetve Alex Stubb, a finnországi jelölt. Mi mindkettővel találkoztunk az elmúlt időszakban, ezelőtt két héttel Manfred Weberrel, most kért Alex Stubb is egy találkozót. Mi úgy döntöttünk, hogy Manfred Weber fogjuk támogatni. A tegnap Dara Murphyvel és vele az európai parlamenti választási kampányról beszéltünk, hisz Dara az Európai Néppárt kampányfőnöken. Ővele már találkoztunk otthon is Erdélyben, és most arról beszéltünk, hogy mi elindítottuk a 26-27 hetes kampányunkat, milyen üzeneteket fogalmazunk meg, hogyan látjuk a közvéleménykutatásból, hogy milyen problémákkal szembesülnek az európai választások előtt a romániai polgárok, a magyar emberek elsősorban, milyen prioritásaik vannak. Elmondjuk azt, hogy mit hozott az Európai Unió, de azt is el fogjuk mondani ebben a kampányban, hogy milyen problémákat látunk és milyen megoldásokat javaslunk. Az a jó, hogy Dara Murphyvel egy hangot beszélünk, a mi nemzedékünknek az egyik meghatározó politikusa, akárcsak Manfred Weber, és meg vagyunk győződve, hogy egy erős kampánnyal a néppárt meg tud maradni az Európai Parlament legerősebb frakciójának 2019 után is, és ezen a cél. Legerősebb frakció legyen, és tudja meghatározni az Európai Unió irányát a következő években.